Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit 2019. január 4-én. A következő kis videó lemaradt a tavalyi évről. Nagyon sok más egyéb jellegű elfoglaltságom volt, és ezért néhány ősszel készített videót most próbálok közzétenni. Ez a Regina, vagy V25/20 fajta, ami kiválóan teljesített az elmúlt évben, viszont nem tudtam a videót befejezni, tehát nem tudtam lemérni a fürtöket, bogyókat, tehát tulajdonképpen a vége egy kicsit hiányzik, viszont egy nagyon szép fajta, és én úgy gondolom, hogy érdemes ezt a kis rövid néhány perces videót megnézni. Boldog új évet mindenkinek! Nagyon szép az idén a Regina. Július 17-e van. Kezd sárgulni, hát érése még nagyon messze van. De nagyon szép fürtöket hozott. Szebb, mint tavaly volt, pedig az sem volt semmi. Szép, egészséges. Tavaly ez a fajta kisebb fürtöket hozott. Az idén nagyon szép. Még messze van az érése, de már szépen sárgul. Sok nap fényt kap, talán túl sokat is. Bizonyos fajták érzékenyek a napégésre. Többféleképpen lehet ellene védekezni. Én az idén így próbálok. A hosszú hajtásokat ilyen lugasszerűen visszahajtom, hogy valamiféle szűrt fényt kapjanak a fürtök, és ne perzselje agyon az erős napsütés a bogyókat. Ezen nem látszik, ezen a fajtán napégés nyoma egyébként. Nem érzékeny tulajdonképpen semmire. Tavaly semmi ellen nem kellett védeni, már úgy értem, hogy bogarak, darazsak nem tudták igazán kikezdeni, és gombák ellen is komoly rezisztenciája van. Hát a nap az megperzselheti, hogyha bejön egy nagy kánikula. Még egy dolog van ezzel a fajtával, hogy egy ilyen régi törvényszerűséget én most felülvizsgálok, ugye, hogy általában egy hajtáson két fürtöt nem szoktunk hagyni, hanem csak egyet. Hát én most kivételt teszek. Több hajtáson két fürtöt is meghagytam. Olyan fél kilós fürtök talán. Viszont olyan nagyon erősek ezek a hajtások, és ugye hát nem óriásiak a fürtök, hogy én úgy gondolom, hogy a két fürtöt is be kell, hogy szépen érje le, és el kell, hogy bírja. Talán itt látható, hogy milyen erős, vastag maga a vesző. És természetesen lombozott, ez nagyon komoly, tehát rengeteg levél van, egészséges is. És ezen a tőkén úgy látom, hogy három hajtáson hagytam két fürtöt. Meglátjuk, hogy ezt hogy viseli majd. Kiderül egy hónap múlva körülbelül.